A Magyar Köztársaság védelme azáltal szavatolt, hogy a NATO-ban és az EU-ban vállalt kötelezettségeinket teljesítjük, azokat a képességeket folyamatosan fönntartjuk, és az ő igényeiknek megfelelően működtetjük a csapatainkat. Tehát a ország védelme az úgy komplex, hogyha ebbe belevesszük a missziós feladatokat is. Ezért a kormány által felvállalt 1000 fős ambíciós szinten nekünk ezeket a feladatokat folyamatosan teljesíteni kell. Ezek a missziós feladatok gyakorlatilag ma már elég széles körben kerülnek végrehajtásra. Több éves tapasztalata van a Magyar Honvédségnek tekintetben, és az elkövetkező időszakban is ezeket végre fogjuk hajtani, legyen az Afganisztán, Irán, vagy éppen a tőlünk délre lévő terület. Ismertetem a Magyar Köztársaság honvédelmi miniszterének 1960/2005-ös számú közszolgálatra vezénylő határozatát. Szakmai, elméleti felkészültsége alapján figyelemmel önkéntes jelentkezésére, valamint a külföldi szolgálat vállalására vonatkozó nyilatkozatára, eredeti beosztásában történő meghagyása mellett a szolgálat érdekében a váltási terveknek megfelelően 2005. július 13-tól 2006. január 31-ig külföldi szolgálatra, Koszovóba, a Magyar Honvédség őr és biztosító zászlóalj 13. állományába vezénylem a mellékletben felsorolt személyeket az alábbi katonai szervezetek állományából. A 25. Klapka György könnyű lövészdandárból 183 főt. Az 5. Bocskai István könnyű lövészdandárból 36 főt. A 37. Második Rákóczi Ferenc műszaki dandárból 15 főt. A Magyar Honvédség kiképzőközpontjaiból 17 főt, és a Honvédelmi Minisztérium, a Honvédelmi Minisztérium háttérintézményei, valamint a Magyar Honvédség más katonai szervezetei állományából 27 főt. Elvárom, hogy a szolgálati feladataikat esküjükhöz hűen és az elődiekhez méltó módon kiválóan teljesítsék. Kívánok sok sikert, erőt, egészséget és katona szerencsét. Túlestek mindenfajta felkészítésen, kiképzésen, lövészeten. Azt hiszem elméletig is, fizikailag és szívakilag is fel vannak készülve a feladatra. Nagyon jó hangulatban vannak, várják, hogy odaszassanak. Azt hiszem ez már időszak már a legnehezebb, amikor egy nappal utazás előtt vannak, hiszen holnap reggel hajnal 3 könnyű az első csoportunk. A következő pedig 18-án és a legutolsó etap pedig 25-én fog indulni. Ez az első olyan alkalom, amikor a úgynevezett kiszolgáló állomány, tehát a tűzérek, a logisztikusok, a híradók, a törzstámogatók mennek el, és hát jó volt látni azt, hogy felnőttek a feladathoz, meg tudták csinálni azt, amit mi vártunk tőlük, és bizonyították, hogy igazi katonák. Szerettük volna, hogyha ez a búcsúzató
olyan sikerül, hogy családias jellegű legyen, ezért az ebédet is együtt tartjuk meg a katonákkal, a családtagokkal együtt, és úgy köszönünk el tőlük, hogy családtagjukkal együtt érezzék a megbecsülést és a, hát az a szolgálatának a dicsőségét. Áld meg útra induló honvédeinket, add, hogy szolgálatuk közben és életük folyamán mindig érezzék gondviselő jóságodat, ki a hatalom, a dicsőség mindörökké. Megélhetés szempontjából is szükséges, de hát ugyanakkor, mivel még úgymond nem igazán vagyok a pályám végén, tehát a karrierem fontos, ebből a szempontból is sokat számít, hogy hány külszolgálaton veszek részt, mennyi külföldi tapasztalattal rendelkezem, más hadseregekkel való együttműködés, stb. Ezek mind sokat számítanak. Az első az rosszabb volt egy kicsit, ez most már nem írt olyan váratlanul, mint amikor először mondta, hogy menni fog. Öt nem volt egyszerű, de utána végül is a misszió után össze tudtunk költözni, úgyhogy ez nagyon jó dolog volt, ez segített minket. Most pedig, ha hazajön, akkor szeretnénk jövőre összeházasodni. A szakmámmal kapcsolatban sokat nem szoktam itthon elmondani. Tehát ami fontos, hogy tudják, mikor megyek, hova megyek, mi az, amit csinálni fogok, mert igazából nem fontos nekik tudniuk, hogy miről szól ez az egész. Ami fontos, azt mindig el szoktam mondani, de a honvédség az egy veszélyes ipar. Hogyha minden apró lehetőséget elmondanék, hogy itt mi érhet, ott mi érhet, bármi egyéb, akkor azt csak tudom, hogy még kevésbé tudnák ők elviselni, mondjuk, hogy távol vagyok. És azért beszélek több eszembe, mert nem csak róla van szó, hanem a családról is. Tehát a szüleim, testvéreim, egyéb hozzátartozók. Igazából veszélybe nem leszek, legalábbis remélem, nem változik addig sem a helyzet, illetve ha mégis, akkor is olyan emberekkel vagyok kint, akikben meg messze menőkig megbízom. Számíthatok bármelyikükre, ugyanígy ők is rám. Tehát szerintem valahol azért bizonyára az én apámnak is feszül a mellkasa, hogy az ő fia az egy katona. Bízom benne, hogy ez valahol számít. Ezt szoktam érezni, mondani nagyon ritkán mondja. Hát az édesanyám... Hát láttam most a búcsúztatón is. Nem bírtak száraz szemekkel, és ez... Hát nehéz ezt kibírni nekem is. Magával ragadja az embert. Megijedtem, hogy esetleg ott valami baja lesz, mert azért hallani ilyeneket főleg a híradóban, hogy azért vannak ott dolgok, de aztán elmondta, hogy nem kell félni, mit fogod csinálni, nem lesz veszélybe, és én elhittem neki, hogy ez így van. Nem szabad a médiára hallgatni, mert már bocsánat, tehát ők ugyebár mindig kihegyezik a dolgokat, szenzáció, hajászás, stb. Éppen ezért is viszem ki magammal a mobiltelefonomat, ha ne adj úristen, bármi történik, és itt ilyen apró dolgokról beszélek, hogy valahol föltartóztatják, vagy megállítanak egy konvojt, és akkor már abból valami óriási nagy balhét csinálnak itt, hogy bizonyára megtámadták őket, stb. Elkezd izgulni a családom, hát tudom, hogy milyenek, akkor inkább hazaszólok, hogy ne izguljatok, nincsen semmi, amit ott hallotok, azt felejtsétek el. Tehát mindenképpen tudjak szólni nekik, hogy jól vagyok. Félsz vagy félelem az nincs bennem, remélem nem fog semmi történni, semmi rossz, mint az előző fél évben se történt. Telefonon tartjuk a kapcsolatot, e-mailbe, levélbe, úgyhogy ez a fontos. És nagyon megbízom benne, úgyhogy ilyen akadály semmi nem lehet annak, hogy ne mehessen ki. Tehát ez az utolsó szempont lenne, hogy bizalom hiány miatt, úgyhogy teljesen megbízom benne. Nem gondolom, hogy szükség volna felszerelések változtatására. Modernizációra mindenképpen biztos, hogy vannak biztonságosabb felszerelések, biztos, hogy vannak jobb felszerelések. Na most szerintem valószínűleg megkapjuk mindig azt, amire éppen a keretből futja. Illetve valószínűleg prioritást is élvez az, hogy milyen felszereléseket kapunk. Én azt mondom, azok a felszerelések, amikkel odakint Koszovóban előreláthatólag el fogjuk látni a feladatainkat, tökéletesen megfelelnek a célra.
kihallgatás. Vigyázz! Jobbra! Nézz! Szállós jelentem. Kihallgatás hiányzó felsorakozott. Egyben jelentem, ma 8:30-kor átveszem a zászlaj ügyetes szolgálatot. Kihallgatás, vigyázz! Az őr és biztosító zászlóalj helyileg a fő harcállásponttól 5 kilométerre Pristina ipari körzetében helyezkedik el, a Szent László táborban. Ez a tábor 1999 óta működik. Itt helyezkedik el a parancsnokság, a támogató század, az őr és biztosító század, illetve az egészségügyi központunk. Az őr és biztosító zászlaj a KFOR főharcálláspontját biztosítja, ott hajtunk végre őrzésvédelmi feladatokat, a repülőtér melletti RERO tábor biztosítási feladatát, őrzésvédelmi feladatát mi látjuk el, azon kívül a KFOR főharcállásponton ellenőrzáteresztő pontot üzemeltetünk, ideiglenes ellenőrzáteresztő pontokat üzemeltetünk. A készenléti szakasznak az a feladata, hogy a KFOR főharcálláspont szolgálatát egy krízis helyzetben megerősítse. Kiegészítő feladatként, valamint személy szállítmánykísérési feladatokat hajtunk végre, és rendezvényeken, rendezvények biztosítását, illetve díszelgést hajtunk végre. Az zászlaj állományába tartozik még a megelőző laboratórium, amely helyileg a fő harcállásponton helyezkedik el. A szakmai feladatait a KFOR parancsnokság egészségügyi főnökétől kapja. A felkészülés előtt ezt a feladatot, a zászlajparancsnoki feladatot nagy kihívásként éltem meg. Új feladatot jelentett számomra, új feladatot jelentett azért, mert a 25. Klapka György könnyűlövész dandárnál csak előző év november óta teljesítettem szolgálatot, illetve kezdtem a szolgálatomat. Másodszor azért jelentett új feladatot, mert az ÖBZ-13-as állománya, amellyel most itt a feladatainkat végrehajtjuk, majd 20 alakulattól állt össze. A bázis a tatai könnyűlövészdandár állománya volt, de az állomány egyharmada más alakulatoktól, más helyőrségekből jött. Ezeknek a katonáknak az összekovácsolása, a csapattá kovácsolása nagy feladatot jelentett. A felkészítést korábban kezdtük, sokkal szélesebb körű volt a felkészítés, és visszagondolva most már úgy gondolom, úgy látom, hogy megérte a ráfordított munka, a több munka. A felkészülés során a szakaszok felkészítésére, szakaszok összekovácsolására helyeztük a legnagyobb hangsúlyt, ugyanis ők azok, akik önálló feladatokat hajtanak végre, ők azok, akik egy adott váltást, szolgálati egységet adnak, mind a fő harcálláspont területén, mind pedig a másik bázison, a repülőtér melletti RELO tábor területén. Ez a fajta megközelítése a szolgált ellátásnak, ez azt hiszem meghozta gyümölcsét. Úgy látom, hogy meghozta gyümölcsét. Amivel otthon még meg kellett küzdenünk is, ami a nehézséget jelentette, pont a különbözőségekből és különböző helyőrségekből érkezett katonákkal kapcsolatban az volt, hogy mindenki más-más helyőrségből érkezett, tehát más kultúrát hozott magával, más értékrendet hozott magával, máshoz volt szokva, mások voltak a parancsnokai, ezektől a parancsnoktól mást szokott meg. Itt a követelményrendszereket, az elvárásokat egységesíteni kellett, mindenképpen törvények szerint kellett eljárnunk, illetve a személyes példamutatás volt az, ami igazán nagy segítségünkre volt. Tehát a szakaszparancsnokokat, szakasztiszthelyetteseket, a vezetőket, a századparancsnokokat úgy választottuk ki a kollégáimmal, hogy ők a saját példájukon keresztül, példamutatással vezessék, illetve alkossák meg ezeket a csapatokat. A koszovói KFOR főparancsnokság főépületénél vagyunk. Az itteni szolgálat egy 6 fős szolgálat. Az a feladata, hogy a
belépő embereknek a belépésre való jogosultságát ellenőrizze, ugyanis nem mindenki léphet be, aki itt dolgozik, csak azok, akik egy úgynevezett security pass kártyával rendelkeznek, és a többi embernek, aki beszeretne lépni, kártyát kell cserélni, illetve kísérni kell azokat a személyeket, például akik nem katonák. Ezen kívül az épületbe nem lehet bevinni fegyvert, a fegyvereket le kell adni a szolgálatnál, ez még a feladathoz tartozik, hogy a fegyvereket átvegyük, illetve ezért is kártyát adunk, amit, hogyha elvégezték a feladatokat, akkor visszakapnak a szolgálatnál. Ezt a szolgálatot ugye, mint az itt lévő szolgálatok közül mindegyiket 24/24-be adjuk. Ezen kívül még a szolgálatok, ez a szolgálat váltásokra van osztva, kettő váltás van. Gyakorlatilag reggel 9-től este 7-ig vagyunk itt szolgálatban, ekkor az első váltás elmegy pihenni, hajnali egyik pihen, és utána váltja le a második váltást, aki reggel 7-ig pihen, és utána újra 9-ig együtt van a két váltás. Igazából rendkívüli esemény nem történt, a legrendkívülibb egy tűzeset volt, ami valamilyen hiba folytán egy épület kigyulladt, és ezt az itteni szolgálatok jelentették, és megoldották ezt a problémát. Ezen kívül nem voltak semmiféle jelentése kötelezett eset. Járőrszolgálatban voltam, és észrevettük a járőtársammal, hogy füstöl az épület. És utána beszóltunk rádión a parancsnokunknak, mondták, hogy biztosítjuk a területet, és majd utána ők átveszik a parancsnokságot. Kérkeztek a másik járőtársaink, és a lángoló területnek a négy sarkát biztosítottuk, és utána a tűzoltók érkezése után végülis a munkákat végeztük, és utána jelentéseket kellett tenni. Végülis a történet lényege nagyjából ennyi. Tudomásom szerint a KFOR főparancsnoka felrendelte a zászlajparancsnokunkat egy ilyen értekezlet, és ottan egy ilyen köszönő elismerést tolmácsolt felé. Az itt lévő főharcálásponton vannak különböző nemzetiségű katonák, mindegyik nemzetiségű katonáról van elnevezve épület. Nekünk is van a Budapest épület, ez itt magában Budapest épület. Mindegyik szolgáltó katonának van különböző pihenő épülete. Található bent ebbe az épületbe egy monitoros szoba, található bent fegyverszoba, fönn találhatók a pihenők. Mint mondtam, minden egyes szolgálatnak külön van pihenője, mind az EAP-nak, mind az ÖBÖL-nek, és mint az MP szolgálatnak. Nagyon praktikus dolog, hogy itt fönt van ez az épület, mert azért nagyon nagy utat kellene bejárni a magyar táborba. A készenléti szobában van bent nekünk tévé, van bent DVD lejátszó, itt tudunk regenerálódni, tudunk pihenni. Itt a föntlépő épületben található egy nagyobb terasz, ahol ki szoktunk ülni, szoktunk beszélgetni a családi problémákról, fel szoktuk elemeníteni az otthoni dolgokat, és itt szoktuk megbeszélni a szolgálatban az elkövetkezendő időkben a többi utasításokat. Jelenleg a KFOR megelőző egészségügyi laboratóriumban vagyunk. Ez a laboratórium a KFOR fő laboratóriuma. 2001-ben települt Koszovóba. A fő munkaterületünk a KFOR egészségügyi járványügyi biztosítása. Ez azt jelenti, hogy a Koszovóba települt KFOR erők valamennyi egységével kapcsolatban vagyunk, akiktől a feldolgozásra mintákat kapunk. A laboratórium tevékenysége két nagy részre oszlik. Ez egyik a klinikai mikrobiológia, ami azt jelenti, hogy a gyógyításban résztvevő orvosoknak segítünk a diagnózis felállításában, a gyógykezelés meghatározásában. Másik nagy terület a munkánknak az a higiénia és ellenőrzés. Élelmiszert, vizet ellenőrzünk, illetve a konyhai feldolgozásnak a minőségét ellenőrizzük. A fő munkaterületünk ez a fönti tábor, de külön megkeresésre bármelyik másik táborban kimegyünk, és akkor ott elvégezzük ezeket a vizsgálatokat.
Máházócsoport! Máházócsoport! Máházás kezd meg! Máházás kezd meg! Az ötödik szakasz az a gyorsreagálású szakasz a zászlóhajnak. Alapvetően a főharcálláspontot ért támadás és egyéb atrocitásoknak az elhárítására alakult, valamint a bejelentett tüntetéseknek a kezelése, ami a feladataink közé tartozik. Gyakorlatban szoktunk még bármilyen esemény van a főharcállásponton és a szolgálat megerősítésre kerül. Gondolok itt fontos vendégeknek az érkezése, parancsnokváltás, ami beleesett a mi váltásunkba. Ilyenkor egy picit nagyobb erőkkel kell a fönti őrzésvédelmet megoldani. Ekkor a gyorsreagálású szakaszt is fölvezénik, és szinte átmegyünk egy ilyen azonnali reagálású erőkbe. Ez a gyorsreagálás számunkra annyit jelent, hogy 2 órán belül képesnek kell lennünk fönt a feladatunkat megkezdeni. Állományunk az a tatai első könnyű lövészászlóalj zászlóaljból került ide vezénylésre. Alapvetően lövészkatonák, de vannak köztük természetesen más végzettségűek, és hát elég komoly felkészítést kaptak ezek a katonák az itteni feladatok ellátására. Otthon már volt róla információ, hogy körülbelül milyen feladatokat kell ittként ellátni, és ezért célirányos volt a felkészülés. A szakaszban 7 hölgy is dolgozik. Hát nekik ők is elég keményen és komolyan végrehajtják a feladatokat. A napjainkat az kiképzéssel töltjük, mindig bent a tábor területén is, amit a lehetőségeink engednek, valamint kapunk engedélyt a orosz táborban is kiképzések végrehajtására. Az egy fölöttébb alkalmas terület ilyen helységharcoknak a gyakorlására. Valamint itt bent a táborban is konténerek között, valamint utakon tudunk készülni a feladatainkra. A tömegkezeléses feladatokat is szoktuk gyakorolni, ahhoz ugyebár nem kell sok minden, egy út, a felszerelésünk megvan hozzá. Gyakorlatilag itt a napjainkat kiképzéssel tudjuk tölteni. Szakaszom egyik kemény felkészülésen ment keresztül, ez folyamatosan tart ez a felkészülés. Több mint fél éve folyamatos kiképzés alatt állnak. Elég jó csapat kovácsolódott össze, jó rajprancsok és jó állománnyal. Elég sok lány van nálunk, így hozta az élet, de hát idáig úgy látom megállták a helyüket a kis csapatunkban. Fiúknak és lányoknak különböző feladatokat kell megoldani. Lányokat inkább olyan feladatra lehet használni, ami nagyobb figyelmet és odafigyelést igénylő. Szóval jobb a meglátó képesség, mint a fiúknak, de viszont helyet állnak a fiúk mellett is, de a fiúk azok meg az erősebb, és a harc és a feladatokat jobban el tudják látni. Ott a felkészülésünk, a kiképzésünk elég speciális, hát az alapharc, ez a könnyű lövész kiképzésre alapul, így mellett a békefenntartó kiképzés, de mi a helyzetünk elég speciális, olyan helyen kell effektív meghalvívni a harcunkat, ahol az épületek átlőhetőek, ezért fokoznunk kellett a rajközti együttműködést, illetve a védettségünket. Hát a kiképzésünk nagy részben abból áll fel, hogy eljárás intézkedések, itt a különböző helyi, illetve esetlegesen ellenséges lázadó magatartást tanúsító emberekkel szembe, illetve magában az a speciális helyen végrehajtandó helységharc és illetve terület megtisztítások, terület zárások. Hát még fel vagyunk készítve végülis kutatásokra, zárásokra, ami kis műveleti területünkön végre kell hajtanunk. Jelenleg a
magyar őrésbiztosító zászlaj által őrzött Vrelo tábor egyik megfigyelő pontján vagyunk. Ez a tábor a Koszovó-Polje, illetve a koszovói repülőtér déli részén terjeszkedik el. Ez a volt jugoszláv hadseregnek, később a szerb hadseregnek egy légibázisa volt. Stratégiai fontossággal bír a mai napig, hiszen közvetlen tőszomszédságában működik egy civil, illetve egy katonai repülőtér. A repülőtér, illetve a bázis létesítményei mai napig hasznosíthatóak. Nyilván katonai politikai szempontból is rendkívül fontos mutatja ezt az is, hogy a jugoszláv hadsereg építette, később a jugoszláv hadsereg lett ez a bázis, illetve a NATO bombázások kezdetekor az orosz hadsereg is ide összpontosította a figyelmét. Nyilván a hírekből ismert, hogy NATO bombázásokkal egy időben az orosz hadsereg ezt a repülőteret, illetve ezt a légibázist elfoglalta, és ezt 2003-ban adták át a KFOR-nak, illetve innentől kezdve őrzi a magyar őrsége ezt a területet. Érdekességként említeném, hogy a akkor még jelenlévő oroszoktól a magyar őrség vette át a tábornak az őrzésvédelmét. Másnap már a KFOR jelenlévő nemzetei látogatást tettek ebbe a táborba. A Vrelo tábor őrzése kicsit eltér az otthon szokásostól, nem is őrszolgálat, hanem a biztonsági szolgálat kategóriába sorolandó. Az otthonitól eltérően nem 24 órás szolgálatot látnak el itt a katonák, hanem egyhetes váltással adják a szolgálatot. Az egy héten belül 12 órát vannak szolgálatban, 12 órát pihenőben, majd 12 óra készenlét. A Vrelo táborban a szolgálati helyek úgy vannak elhelyezve, hogy biztosítsák egyrészt a tábor védelmét, őrzését, illetve a megfigyelő pont segítségével pedig a Prisinai repülőtér megfigyelését. A feladat a repülőtér figyelése, illetve az odavezető utak figyelése és a tábor védelme. Az állomány a zászlaj őrbiztosító századának állományát képezik. Alapvetően három fő váltásparancsnok, illetve két váltásparancsnok helyettes, és 18 fő szerződéses katona lát itt el szolgálatot. Szakmailag a munkájukkal elégedett vagyok, a felkészítés során ezekre a feladatokra is maximálisan fel tudtunk készülni. Százados mindenki főtösömest jelent, a 24 órás őrügyeleti szolgálatok eligazítása felsorakoztak. Jó reggelt kívánok! Erőm, egészséget! Vigyázz, pihenj. Értettem. Próbáltok. Kezd! Pihenj! Százados úr, Ubornyák főtörzsömös jelentem, a konyhagyagyatos szolgálat teljes létszám a felszereléssel, eligazítása jelentkezem. Köszönöm. Az ebéd kicsit meg lesz hosszabbítva, a lövészet miatt később fognak beírni. Erre odafigyelni, az első és az utolsó ember ugyanannyi kapjon minőségbe is, mennyiségbe is, erre odafigyelni. Konyhások munkáját irányítani, osztani önnek nem kell. Értettem. Azon kívül tisztaságrend az étkező. Kérdés-kérés? Jelentem, nincs. Szerves úr, valamint törzs jelentem, bejövítása feltudja a szolgáltársadalom. Odafigyelni a gépermi mozgásokra, kimenetel, bejövetel, műszakizás. Most már a téli igénybe a gépernek megfelelően. Fagyálló minőségére, mennyiségére odafigyelni. A gépermi vezetőket eligazítani, sáncerszám, homok, egyéb. A támogató század feladata az őrésbiztosító zászlaj, magának a zászlajnak a kiszolgálása. Ezt három szakasszal oldjuk meg, van a biztosító szakasz, a javító szakasz és a kiszolgáló szakasz. A biztosító szakasznak a feladata magának a híradó rajaival, a híradás összeköttetés fenntartása. A biztosító rajnak a feladata minden nemű biztosítás, forgalomszabályozás, menetoszlopok kísérése. A javító szakasz feladata a zászlaj technikai eszközeinek a karbantartása, javítása, ezt is három rajjal oldja meg, úgy mint a harcjárműveket, gépjárműveket, meg bármilyen más vegyes anyagokat,
ami nem tartozik ezek közé, annak a javítása. Valamint a kiszolgáló szakasz feladata az élelmezés, maga az élelmezés ellátóraja a étkeztetés megoldása, a szállítóraljának a feladata pedig a mindenem szállítási feladat végrehajtása, úgy mint a zászlajtörzs, tehát a parancsnoki állománynak a szállításától elkezdve az őrszázadnak a váltásán át, a szabadságos járatok szállításán mindennemi feladat. Van a raktárosok, ő feladatuk az, hogy az zászlaj anyagi készleteinek a raktározása, kiadása. Az étkeztetés az egy fontos kardinális feladat számunkra, sőt, hanem a legfontosabb feladat. Közel kell napi 200 főre kell napi 3-szor étkeztetést biztosítanunk, ehhez az alapanyagot Magyarországról kapjuk, minden héten egyszer jön Magyarországról egy kamion, ami hozza az alapanyagot, tehát ezt már jóval előre meg kell tervezni, hogy ott Magyarországon is be tudják gyűjteni, hogy mi éppen mit szeretnénk főzni. Már egy hónapra előre mindig megvan az étrend, hogy mit szeretnénk, katonák mit szeretnének enni. Hát nagyon remélem, hogy a katonák meg vannak elégedve az ellátással. Próbáljuk az igényeket teljes mértékben kielégíteni. A zászlóhely állományában egy távbeszélő központ és egy rádióállomás található. A híradók zárkörletben látják el feladataikat, ezért őket most közelebbről megmutatni nem tudjuk sajnos. A távbeszélő központon keresztül tudunk kapcsolódni magyarországi hálózatokra, mint honvédségi, mint az országos távhívó hálózatra, illetve a hozzátartozóknak van lehetőségük egy budapesti telefonszám tárcsázásával a hozzátartozóikat, itt a katonákat elérni. Tehát ennek az az előnye, hogy ez belföldi hívásnak számít, így a díjak is annak megfelelőek. A rádióállomással keresztül szintén tudunk Magyarországgal kapcsolatot teremteni, ezt inkább csak végszükség esetén. A beszéd és adatátvitelre is van lehetőség, a rádióállomásban egy Harris típusú rádióval tudunk kapcsolatot teremteni Székesfehérvárról. Lehetőség van még a rádióállomáson keresztül a kikülönített talajcsékkel is összeköttetés felvételére, minden gépjárműben, illetve harcjárműben találhatók rádiók. Zászlói életében nagyon fontos a híradás, hiszen a kikülönített talajcsékkel, illetve a feladatot végrehajtó katonákkal a vezetésnek, illetve a zászlói parancsnoknak kell, hogy valamiféle kapcsolat összeköttetése legyen, amelyen keresztül információt, parancsokat, utasításokat tud közölni feléjük. Illetve a katonáknak is fontos az, hogy a hozzátartozóikkal minél többször tudjanak ilyen formában is kapcsolatban lenni. A búcsút követően felszállok a buszra, onnantól kezdve már azokkal az emberekkel vagyok együtt, akikkel ideként fogok szolgálni. Tehát innentől kezdve már egy olyan környezetbe kerülök, ami végül is magáról a szolgálatról szól, a kintlétről. Már biztos, hogy velük leszek folyamatosan az elkövetkező fél évben, de legalábbis kis megszakításokkal. Tehát innentől kezdve már az ember megpróbál minél kevesebbet gondolni haza. Igazából a feladat az első, legalábbis így lehet könnyedén átvészelni a dolgokat. Hát a buszon a pihenés volt az elsődleges, mivel otthon nem pont az alvásról szólt a dolog, az utolsó éjszakát azért kihasználja az ember mindenféle tekintetben. A repülőig végigaludtam a buszon az utat, a repülőre szállást követően először még nézelődtünk kifelé, felhőket, stb. Bámoltuk lent a tájat, aztán ott is szintén a szónya volt a következő dolog. Aztán a kiérkezés nem volt túlságosan meglepő, jártam már itt, a repülőteret ismertem, ismerős környezetben találtam magam. Onnantól kezdve megint csak ez az előző szolgálatnak a tapasztalatai, már tudtam, hogy merre kell induljak, már tudtam, mire kell odafigyeljek, tudtam, hogy kit kell kövessek, kinek a parancsai szerint menjek, végezzem a dolgomat. Igazából nem volt nehéz berázódni a régiek, akiket váltottunk, tehát az előző váltás, a nagy részüket ismertem, tehát ismerős arcok fogadtak idekint. Ugyebár barátságos volt a fogadtatás, mivel mégiscsak mi voltunk azok, akik kivettük az ő kezükből a munkát. Természetesen nekik is mindenképpen érdekük volt, hogy minél előbb és minél gördülékenyebben menjen az átadás átvétel. Amikor a KFOR 12 váltása már hazautazott, azt követően jött az, hogy az ő tanácsaikat felhasználva már a saját parancsnokaink igényei szerint hajtottuk végre a feladatot. Alapvetően szinte minden második nap szolgálatba lépünk. A katonai kifejezéssel tiktakban adjuk a szolgálatot.
Ez azt jelenti, hogy egy 24 órás szolgálatom, amely 9 órától 9 óráig tart. Ezt követően felkészülünk a következő szolgálatunkra, tehát jelen esetben egy hónapot véve akár minden páratlan napon szolgálatot adok, illetve minden páros napon, ez attól függ, hogy hogyan kezdődött az egész turnus. Viszont ezen azért változtatást ad mindenképpen a heti egy szabad nap, amit megkapunk. Azt tudni kell, hogy kevesen vagyunk, a feladatra bőven elegen, viszont apró problémák, valaki megbetegszik, valaki megsérül. Ne adj úristen, valakinek történik otthon valami, és ezért bármi problémája lesz, ez erősen érződik a kollektívan, tehát több embert be kell vonni egy ember kiesése miatt. De ebből még problémánk sosem volt, tehát mindig sikerült megoldani. Mindenki tudta, hogy az a dolgunk, hogy kiadjuk a szolgálatokat, és maximálisan megtette eznek érdekében mindenki mindent. Személy szerint, mint a szakasztiszt helyettese, tehát a második ember a szakaszban, alapvetően parancsnoki feladatokat szoktam ellátni, illetve parancsnok helyettesi feladatokat. Ez azt jelenti, hogy vagy egy-egy szolgálati helynek a parancsnoka, vagy ne adj úristen egy nagyobb hely, tehát a váltásparancsnok helyettesi feladatokat szoktam ellátni odakint, illetve a Vreló-tábor, ahol hetes váltásban vagyunk, itt szintén parancsnoki feladatkort szoktam általában ellátni. Ezen kívül fönt a hegyen a szolgálatokat, hegy alatt a főparancsnokságot értem, fönt a hegyen a szolgálatokat azért megpróbáljuk bizonyos mértékben rotálni, tehát ne ugyanazokon a szolgálati helyeken legyenek az emberek. Ezt általában a szakaszparancsnokok, mint váltásparancsnokok osztják el, ki melyik nap melyik szolgálati helyre kerüljön. Próbáljuk azért elkerülni a monotonitást. Saját szakaszomról tudnék beszélni, a szakasz alapvetően egy konténerben van elosztva. Ennek előnye is van, meg hátránya is az én véleményem szerint. Az előnye mindenképpen az, hogy együtt van a csapat, tehát bármikor el tudom érni az embereimet, tudom, hogy hol keressem őket, viszont a szolgálati blokkok alapvetően a szakaszokra épülnek. Tehát ha szolgálatot adunk, akkor általában kiül az egész konténer. Lehet, hogy egy változatban jobban tudna működni ez a dolog, hogyha esetleg a szobák egyik fele elmegy szolgálatba, a másik fele nem. Én nem vettem észre, hogy itt a szakasznál ebből valaha lett volna probléma, tehát hogy mindenki bent van. Nem túl nagyok a szobák, sőt mondhatni elég kicsik a szobák. Szűkösen vagyunk, de ebből probléma még nem nagyon adódott nálunk, hogy bárkinek problémája lett volna a másikkal. Ez persze az idő múlásával egyre inkább előtérbe fog kerülni. Az előző szolgálatom ideje alatt is érződött azért, hogy igazából ez a negyedik hónap környéke, az, ahol már igen apró dolgokon össze tudnak zőrenni az emberek. Egyelőre még ilyen összezőrenések idekint nem voltak, legalábbis olyanok nem, amik komolyak lettek volna, vagy említést érdemelnének. A szolgálatot követően elsősorban a pihenés az, ami szerintem a legtöbb embernek megmozgatja a fantáziáját. Tehát egy 24 órás szolgálat elég rendesen ki tudja venni az emberből az energiákat. Annak érdekében, hogy ki tudjuk magunkat igazán pihenni, lefárasztjuk magunkat fizikailag is maximálisan. Ott a konditerem, ezt nagyon sokan használják. Jól felszerelt, maximálisan megfelel arra a célra, hogy az ember kifárasztja magát, és hát is könnyebben tud majd éjszaka elaludni, jobban rá tudunk pihenni a következő napra, amely strapásabb lesz. Van könyvtárunk, igen jól felszerelt, nagyon jó könyvek vannak nagy választékban, videófilmek, DVD-k, rengeteg zenei CD, ezeket mind lehet kikölcsönözni, illetve van egy televíziós hálózatunk, úgymond, tehát ahol vetítenek le filmeket. Ezt is lehet nézni, erről mindig kiadnak egy műsort, mik lesznek azok a filmek, amelyek vetítésre kerülnek. Illetve hát vannak magyar tévécsatornáink, amik itt elérhetőek. Általában a közszolgálati tévék, illetve néhány kereskedelmi csatorna is elérhető. Ezeket szoktuk általában nézni. Amennyiben valamiféle tömegnévnap van, úgymond, vagy bármi más esemény, ünnepség, fegyvernemi napok, vagy csak a szakasznak sikerül éppen egy közös pihenőnapot kiharcolni, vagy éppen így jön ki a lépés, akkor azért van rá mód, hogy szervezzünk szakaszbulikat.
Ezeket megigényeljük a parancsnoktól, maximálisan egyet szokott vele érteni, illetve támogat bennünket ebben. Ilyenkor kis takarodó hosszabbítással, egy bográcsolás vagy grillezés mellett elfogyasztunk egy-két doboz sört, jól érezzük magunkat, kikapcsolódunk, a következő nap pedig kipihenjük magunkat. Tehát ez általában a pihenőnapokat megelőző napon szokott történni. Van játéktermünk, itt lehet csocsózni, biliárdozni, dárcozni, illetve számítógéptermünk, ahol kapcsolatot tudunk tartani hozzátartozókkal, tehát lehet csetelni, e-mailezni, illetve egyszerűen böngészni az interneten, kikeresni dolgokat, amelyek érdekelnek minket, utána nézni különböző dolgoknak. Távol lenni az otthoniaktól, mindenki másképp éli meg ezt a dolgot. Vannak, akiknek tönkreteszi a kapcsolatát, van, akinek használ a kapcsolatnak. Tehát vagy elmélyíti ezt a kapcsolatot, vagy akár rámehet egy-egy ilyen külszolgálatra, egy fiatalabb kapcsolat, úgy mondom. Tehát én azt mondom, illetve az a véleményem, hogy azért az a régebbi kapcsolatok, tehát amelyek már legalább egy-két éve megvannak, ezek általában kitartanak. Sőt, erősödni szoktak. Tehát azért sokat számít, amikor az ember levelet küld, ír egy e-mailt. Azért ezekben a levelekben más dolgokat ír meg, mint amit úgy általában, tehát találkozik a párjával, és akkor mondja neki, hogy hiányzik, stb. Tehát udvarolnak az emberek, próbálnak minél inkább imponálni a társuknak. Ez azért sokat számít. Ugyanakkor a távollét az nehéz mind a két oldalon. Nekünk talán még annyiban nehezebb is lehet, hogy itt ugyebár össze vagyunk zárva, tehát nem nagyon tudunk kimenni más emberek közé. Ugyanazokat az arcokat látom nap mint nap. Nincs más választásom, megismerek mindenkit szinte, akik itt vannak a táborban közelről. Előbb-utóbb biztos, hogy mindenkivel le fogok ülni és beszélgetek, de legalábbis a tábor nagy részével. Tehát itt mindenki ismer mindenkit. Észreveszünk, hogyha valakinek problémája van, mert megváltozik a viselkedése. Az, hogy ki hogyan próbálja megoldani, az, hogy távol van otthonról, van ennek több módja is. Van, aki fényképeket hoz magával is, kiplakátolja vele a falát, van, akinek csak a iratai között van bent egy-egy fénykép. Nekem speciál a telefonomban vannak fényképek a páromról, a családról, szeretteimről, ismerősökről.